A himnusz a magyar nép zivatalos századaiból Kölcsey Ferenc költeménye, melyet 1823-ban a nemzeti újjászületés hajnalán írt Szatmár Csekei magányában. A vers megszületésének 200. évfordulója alkalmával nagyszabású rendezvénysorozat zajlik majd szerte az országban. Szexádon a programok sorát az Én himnuszom című rajzverseny nyitotta meg. Összesen 73 rajz érkezett, és a pályázatot azt felső tagozatos gyerekek, diákok számára hirdettük meg. Tolna megye szerte érkeztek rajzok. Ez látszott a beérkező alkotásokon, hogy valaki éppen egy versszakot dolgozott fel, de volt, aki másodlagos jelentésében alkotta meg például azt, ahogy az olimpián a magyar versenyző áll az első, tehát a dobogó első fokán, és lényegében ugye ott is ugye elhangzik a himnusz. A rajzok valóban azt tükrözik, mennyiféle gondolat vagy érzelem forrása a himnusz, még a gyerekek körében is. A hangsorok azért, mert megzenésítette Erkel Ferenc, és a tűz, mert ez egy háborúszerűség volt, és ezért. És a kereszt, mert Isten is szerepel benne, és az ágaskodoló azért, mert ez a szabadságot jelképezi. Számomra ez a kép a himnusz. A kedvenc sorom a himnuszból a nyújts felé védőkart, ha küzd ellenséggel. És ez az úgy akartam kifejezni, hogy az Isten kart nyújt az ellenségnek, az ellenséggel harcoló katonáinak, a magyar katonáknak segítséget nyújt. Szeretek rajzolni, főleg hogyha nem kell nekem eldöntenem azt, hogy miről rajzoljak, mert szeretem, hogyha megvan adva egy téma. És nagyon szeretem a magyar történelmet, és örömmel telt el, hogyha rajzolhatok róla. A rajztanárok véleménye szerint egyáltalán nem egyszerű téma a himnusz, hiszen a régies szöveg pontos értelmezésére van szükség, ami külön feladat. Ezzel szemben a mostani gyerekgeneráció képi világa egészen másmilyen már. Tulajdonképpen azt teszi nehézé a gyerekekhez való közelítést, hogy a nyelvezet egy kicsit régies, és helyenként szó szerint le kell fordítani a gyerekek számára, de vannak olyan verssorai, amelyek egyértelműek és könnyen megragadhatóak. Nem véletlenül láttam itt most például a rajzok között sok ilyet, hogy hol várál ott most kőhalom, mert ugye ez a gyerek fantáziában nagyon hamar valami képi megnyilvánulásban jelentkezik. Nyilvánvaló, hogy olyan jellegű tevékenységet végeztetni velük, amelyik hosszan kapcsolódik ez a feladathoz, nehéz, de vannak olyan gyerekek, akik képesek hosszabb időn keresztül egy adott témába elmélyülni, és így a himnuszba is. A himnusz maga egészében is eléggé nehéz szöveg. Ha egy ilyen smi jellegű műhöz kell illusztrációt készíteni, akkor mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy keressenek fogóckodót, olyan részeket, amelyek egyrészt, hogy megragadják őket, valamit mondanak nekik, másrészt pedig, amit tudnak illusztrálni. Most ez a nehezebbik eset, hogy olyan részleteket válasszanak ki, amihez indítatásuk lesz. Most itt rajzoltunk olyan 5-6-7 ehhez a pályázathoz, és szinte mindenki különböző részeket választott.
hat rájuk a himnusz. Nyilván a beszélgetések során ez is kiderül, hogy természetesen egy sporteseményen, amikor egy olimpián a győztes számára fölhangzik a himnusz, azért az mit jelent a számukra. Nyilvánvaló, hogy a himnusz az elsősorban egy ima. Tehát ebből kellene megközelíteni, és hát több a borús rész, mint a vidám rész a himnuszba, és ezért egy picit talán nehezebb ilyen szempontból közelebb hozni a gyerekekhez. Magyar órákon ezt olvassák, tanulják, és igazából nyilván valamilyen szinten megérint őket, akik belementek ebbe az illusztrációba, azokat biztosan megérinti. Én azt gondolom, hogy az alkotó kreativitását mindenféleképpen ki kell emelnem, illetve azt a fajta innovációt, vagy mondjuk a vizuális kifejezésmód egyediségét, amelyet több alkotáson és több alkotónál föl is fedeztünk. Tehát a művészeti érték az mindenféleképpen szempont volt számunkra, ezen felül pedig nagyon fontos, hogy a pályázat témáját hogyan tudta valaki megjeleníteni. Mert ebben volt szerintünk nem egyszerű dolga egyébként a gyerekeknek, tehát a művészeti értékek mellett mindenféleképpen erre kellett figyelnünk, illetve arra, hogy a gondolati tartalmat mégis hogyan tudták megragadni, melyik volt a magyar himnuszban számukra az a mozzanat, az a kép vagy történés, ami őket megmozgatta, és amelyet mondjuk az általuk választott technikával szerettek volna megjeleníteni, és hogy ez mennyire jött át, mennyire tudták átadni. Inkább azt figyeltük meg az ábrázolásokon, előfordult egyiken, egy másikon, hogy mondjuk a tűzijáték jutott a gyerekek eszébe, vagy mondjuk az augusztus 20-ára asszociáltak, mert leginkább ugye, hát ezeken a nemzeti ünnepeken hallják a himnuszt. És inkább ez a fajta, hát megfogása a dolognak, vagy összekötése az, ami az ábrázolásokban is, amelyeket az ábrázolásokban is megjelenítettek inkább a gyerekek. Az Én himnuszom című kiállítást január 30-áig tekinthetik meg a Babits Mihály Kulturális Központban.